Hello, hello, szia, sok szeretettel köszöntelek, bármikor is nézed ezt a videót, csodás napot, reggel, estét, és fantasztikus, sikeres hetet. Na hát a hét kezdet nem úgy sikerült egyelőre a Bitcoinnak és a kriptopiacnak, ahogy vártuk. Ugye már pénteken lefordult az ár, és az egész hétvégét konszolidációban töltötte a piac, és jelenleg is itt vagyunk, de azt gondolom, hosszú távon ez mindenképpen egy egészséges, rá fog nézni a csárt, hogy miért is. Én Denkler Miklós vagyok a Cryptominds csatornától, és naponta elhozom neked a legfrissebb kriptoíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat. Néha, hogyha félrebeszélek, az azért van, mert már késő van, de hát azért, hogy reggelre ki legyen a videó, ilyenkor feltétlenül össze kell rakni, illetve ilyenkor gyűlnek össze a hírek, amik ugye az egész nap folyamán áramoltak, meg ilyenkor látjuk, hogy Amerikában merre indult a piac, úgyhogy ilyenkor látom a legnagyobb értelmét annak, hogy videót tegyünk ki. Na, vágjunk is bele, kérnék egy kövér lájkot, azt úgy tudod megtenni, hogy sok-sok szeretettel megnyomod a like gombot, feliratkozol a csatornára, még nem tetted meg. Ugye a like azért kell, mert a YouTube algoritmus akkor mutatja meg a videót másoknak is, ez fontos, mert akkor ugye minél többen jövünk a kriptóba. Nézzünk, menjünk is tovább. Ezután ugye akkor képernyő megosztás indul. Az első fontos momentum, hogy el kell, hogy mondjam, hogy amit a csatornán elhangzik, az nem pénzügyi, nem befektetési tanácsadás, hanem szimplán edukálási célt szolgál, ami alapján te tovább tudod magad egy picit képezni, meg tudod tenni a kutatásodat, és a saját élethelyzetedben lévő pénzügyi helyzetedre rá tudod illeszteni azt a stratégiát, ami neked a legmegfelelőbb, és ugye ezért a döntésedért tudod vállalni a felelősséget. Ugye ne felejtsük, hogy a kriptóba lehet óriási pénzt is csinálni, ha valaki kitartó, ha valaki hajlandó áldozni a tanulásra, energiát ráfordítani, pénzt, időt, és nem két hétre beugrani, és két hét alatt akar meggazdagodni, úgyhogy feltétlenül fontos a kockázatoknak is tudatában lenni. Tegnap már beszéltünk a BDA-ről, ez lesz az 5. blockchain Budapest konferencia, ez jövő héten lesz kedden, nagyon bűvös napon, 2022.02.22-én, úgyhogy én ott leszek, gyere te is, annyi, hogy izgalmas programok lesznek, a kriptomájcosoknak lehet, hogy tartunk valami kis külön szekciót, ebben még egyeztetek Imrével, a szervezővel. Ami fontos, itt látjátok az előadókat, programokat, és ugye a legalján, illetve itt rámész a jegyvásárlásra, itt tudsz jegyet venni, kiválasztod, hogy melyiket szeretnél. Ugye a VIP-ben van egy vacsora, illetve ugye teljes networkingnél külön zónában, VIP kiszolgálásban van részed, viszont bárméket is választod, jöhetsz a rendezvényre személyesen is, illetve követheted online is, megkapod a videó felvételeket is az előadásról. Én azt gondolom, hogy jobb a személyes. Itt ugye szépen kitöltöd ezeket az adatokat, és ami fontos, hogy van egy kriptomájcos kedvezmény, amit itt alul be tudsz írni, hogy kriptomájc, és látod, kapásról 25% kedvezményt fogsz kapni, hogyha beírod, hogy kriptomájc. Az a lényeg, hogy a C nagy, és az M nagy, ugye mindenhol a csatornánk így szerepel, hogy kriptomájc, egybeírva a C nagy, M nagy, ha így beírod, akkor 25%-os kedvezményt kapsz, úgyhogy ezzel is támogatjuk a kriptoedukálásodat. Na nézzük, mit mutat a kedvenc buborékos csártunk. Hát azt mutatja, hogy picivel zöldebb, mint előbb, amikor az angol nyelvű videót csináltam. Nagyon picivel Bitcoin, többnyire 0% tegnaphoz képest, 42 ezer dollár egész jól tartja. Ethereum ugye bement 2009 alá, most picivel fölötte, plusz 1%-ban, viszont a legtöbb altcoin ugye mínuszban van, kifejezetten CRO, ugye ami a tegnapi Super Bowl reklám és ugye CRO szponzorálás miatt nagy várakozások voltak vele kapcsolatban, föl is ment ugye 5-6%-kal, ma viszont korrigál, míg ugye más coinok, más altcoinok, ami annyira nem ment mostanában, például Mina Protocol, Luna, Curve, HBAR, talán XRP is érezett a nap folyamán, egész jól teljesítenek, szóval azért nagy panaszra nem lehet ok. Amíg viszont ugye Bitcoinnál nem látunk további irányt, addig ugye az altcoinok helye közel mehetnek, illetve korrigálódhatnak. Nézzük meg a kriptofélelem és kapzsiság indexet, ugye ez a mindennapi betevőnk, a mindennap ugye ezzel foglalkozunk, mert ha ezt megtanulod, akkor már a félig garantálva van a sikered a kriptóban.
mert ugye minden tőzsde, ugyanúgy a kriptó és a félelem és a kapzsiság mozgatja, és általában az emberek összekeverik, mert mindig akkor vesznek, amikor kapzsivá válnak, és mindig akkor adnak el, amikor félnek, és ezt pont fordítva kéne tenni. Ugye ez, hogyha megnézed az árfolyamokat és a kapzsiság mutatókat, meg a félelem mutatókat, akkor látni fogod. Jelenleg 46-nál vagyunk, ez úgy enyhén félelem zóra. Múlt héten voltunk 50 körül is, ami már ugye a semleges zónába köszöntöttünk be, illetve ugye tavaly májustól július végéig volt egy nagy korrekció, egy nagy esés, akkor ugye több alkalommal lementünk 10-es szintre is, ezt most is megtettük 2-3 alkalommal, és jelenleg egy picit az élet jeleit mutatta. Ugye pont tegnap néztünk egy chartot, hogy itt ugye még ez a visszaesés még azt jelenti, hogy még hitetlenek a befektetők, még nem hiszik, hogy ez tényleg lehet emelkedés, és ugye ezt követően szokott az ár is emelkedni, és a kapzsiság is visszatér. Azt is tudjuk, hogy itt is figyelmeztetnek minket, hogy amikor extrém a félelem, általában akkor a befektetők olcsón eladják az eszközöket, úgyhogy jó vásárlási lehetőséget lehet találni. Ugye ez volt körülbelül november közepétől, folyamatosan november végétől. Illetve, hogyha nagyon nagy a kapzsiság, mindenki hitelt vesz fel, meg eladja a fél vesét, hogy kriptót vessen, akkor érdemes profitot realizálni. Nézzük a következő hírünket. Csak fölfelé pár bitcoin fundamentális dolog, öt dolog, amit nézzünk ezen a héten. Ugye az egyik az 50 napos mozgó átlag, ami ugye egyelőre frankó lenne, hogyha támaszként működne, ugye ez 50, 42 ezer dollárnál van, ez ugye egyelőre fogta az árat. A Ref Capital viszont ugye azt nézi, hogy ezzel szépen visszamentünk itt az alsó, a makró alsó vonalra, ugye van egy alsó és egy felső, ez heti gyertyán vizsgálva, ugye ez az alsó, ez a felső, és jelenleg pont itt az 50 naposnál mozgulott az ár, viszont ugye bementünk alá, illetve nem, elvileg pont ott vagyunk, ugye napos csárton nézve ez az 50 napos, pont ott vagyunk, kb. 42 ezer dollárnál van az 50 napos mozgó átlag. Ugye maga a dollár index azt mutatja, hogy erősödött a dollár, ez ugye nem kedvez sem a részvény, sem az árupiaci eszközöknek, és ugye felerősödött a félelem. Látom, hogy a Telegramon is írkáljátok azt, hogy megtámadja, nem támadja. Én most nem mondom a saját véleményemet erről az egészről. Én azt gondolom, hogy ez most mind a, még a színjáték része, amit zajlik. Nem hiába most harmadik világháború helyett egyelőre egy COVID nevű járványt kaptunk, ami hasonló félelmet lehet kelteni, mint egy háborúval. Azt gondolom, hogy a nagy-nagy hatalmak, akik minden mögött, minden színfal mögött ott vannak, nem gondolom, hogy egy háborút engedélyeznének, látva azt, hogy itt az ember van annyira eszement, hogy mondjuk atombombát dobál jobbra-balra, össze-vissza. Úgyhogy szerintem egy ilyen háború nem lesz lészen már engedélyezve, de ez csak az én véleményem, jár utána, néha tartunk egy kicsit ilyen jövőben látó, meg színfalak mögé látó dolgokat is, akkor arra értesítést fogsz kapni ugyanúgy. Oké, hát ugye mind a részvények is, mind ugye a kötvények egyelőre negatív hozamokat mutatnak 2022-re, úgyhogy maga a hagyományos piac sem néz ki jobban. Persze, hogy a kriptó ilyenkor sokkal jobban korrigál, viszont amikor visszapattan, akkor is sokkal jobban visszapattan. Jelenleg ugye azt látjuk, hogy nem volt egy ilyen nagy likvidációs kirázás, ami ugye szokott lenni, meg amit szeretnék látni, hogy a piac gyorsan fölpattanjon és folytatja az útját. Úgyhogy jelenleg inkább a spot, azaz az azonnali piacra ment át a kereskedés, és ugye itt látjuk, hogy amikor magas a tőkeátitel, akkor itt magasan vagyunk, 2 fölött, amikor alacsony, akkor 1,70, 1,7 alatt, és most 1,75 alatt vagyunk, szóval igazából egészségesebb jóval, mint korábban. Ez is erről szól. Igen, a Bitcoin bányászati nehézség, a hash rate új csúcson van, most ezt már a tegnapi videóban is megnéztük. Ez ugye azt jelenti, hogy a Bitcoin hálózat nagyon biztonságos, és köszönjük szépen, nagyon-nagyon jól van, és jelenleg az ár elvált tőle, de sokáig nem szoktak elválni. Jó, ezt majd megnézzük a Twitteren, mert ott sokkal jobban ki tudjuk nyitni. Oké.
Akkor ugye van egy hírünk, hogy az iPhone-nak lesz egy új feature-e, azaz, hogy kriptofizetéseket is el lehet majd vele bonyolítani közvetlenül. Ugye bevezetik ez a hozzányúlsz, hozzáérintesz, és ugye egyből fizetsz funkciót, ez olyan, mint az NFC-s funkció, és ugye ezt a kereskedőknek is elkezdik már beintegrálni, és ugye minden olyan kártya, ami kriptos kártya, például egy Coinbase kártya, Binance kártya, Crypto.com kártya, képes leszel fizetni, és ugye minden Visa, Mastercard, American Express minden menni fog, úgyhogy nem közvetlen kriptó kezelő Apple applikáció és, hanem ugye különböző kriptó tőzsdék bankkártyái fogják ezt lebonyolítani, és ugye a legtöbbnél át sem kell váltanod neked dollárra, vagy euróra, vagy forintra, hanem átváltja a rendszer automatikusan. Ez mindenképpen egy nagy hír, és ez azt jelenti nekem, hogy az Apple igenis jön a kriptofizetésekbe előbb-utóbb. Na hát a milliárdos Bill Miller azt mondja, hogy elég nagy bitcoin pozíciója van, és a bitcoint a hagyományos pénzügyi katasztrófa elleni biztosításként apostrofálja, és ugye elmondja, hogy olyan katasztrófák, mint ami jelenleg történik Libanonban, vagy éppen Afganisztánban, vagy más országokban, itt a járvány kapcsán erre a bitcoin egy tökéletes biztosítás. Azt mondja, hogy egyre több elterjedést fogunk látni a különböző alapítványok, különböző ilyen pénzkezelő intézmények, például akár egy egyetem, ugye Harvard meg az amerikai egyetemek több milliárd dollárokat kezelnek, és egyéb intézmények és intézményi befektetők körében. Úgyhogy ez mindenképpen egy fontos, és Bill Miller hisz benne, és egyre nagyobb a kitettsége, és azért nagyobb, mert egyébként növekedett jóval az általa tartott bitcoin és kriptó értéke. Na hát itt van ez a hír, ami elég kellemetlen. Lebanon, ugye Libanon magyarul, 93%-a fogja leértékelni a valutáját, hát ez már majdnem 100 egyébként, ha engem kérdezel. Körülbelül 38 milliárd dollár veszteséget fognak ezzel okozni, és kvázi ki fogja őket segíteni. Ki más segíteni ki, mint az IMF, azaz Nemzetközi Monetáris Alap, aki egy jó nagy hitelt ad, és cserébe előír neki egy csomó-csomó szankciót, valószínűleg privatizálják az egész országot, vagy mindent, ami még volt, ipar, vagy bármi termelőgazdaság, az oda fogják adni külföldiek kezében. Többnyire ilyenkor azok szokták megvenni, akik egyébként valamilyen közük van az IMF-hez, meg ezekhez a világhitelező hatalmakhoz. Úgyhogy, és ugye az IMF írta elő, hogy 93%-kal értékeljék le a valutát. Persze, hogy ilyenkor mi a jó? Hát az a jó, hogy mondjuk nem kéne ilyenbe belemenni, de ahol ez a túlzott dollárral való hitelezés előfordul, ott ilyet lehet látni. Ugye volt hasonló Görögország, Magyarország is kapott IMF hitelt, mi azért hál' Isten elég hamar kimásztunk belőle, és a saját finanszírozásra ment az államadósság, államkötvények finanszírozása a lakosság által, és nem az IMF, ugye minél előbb az IMF-től szabadult Magyarország, ez jó. És például El Salvador azt mondta, hogy akkor köszöni szépen, neki nem is kell az IMF, hanem kibocsájt egy bitcoin kötvényt 1 milliárd dollár értékben, szóval ilyen Lebanon hírekre, meg hát a bitcoin mindenképpen a megoldás, mert akinek volt bitcoinja, lehet, hogy volatilis, de vett fölhalmozott bitcoint az elmúlt x évben, akkor most nem veszíti el a vagyonának a 100%-át a helyi elgyengült valutával. Nézzük, Super Bowl. Itt van, hogy milyen hirdetések voltak, nagyon izgalmas hirdetések mentek a Super Bowl-on, ment a Coinbase-nek egy hirdetése, ment ugye itt meg is osztotta Joe Pompliano, hogy a Coinbase 14 millió dollárt költött, hogy menjen ugye ez a kis QR kód a 60 másodpercig, akkor az FTX-nek volt egy ilyen kis jó kis hirdetése. I call it the wheel. I don't think so. What does it do? It rolls. Yeah, so does a bagel, okay? A bagel you can eat. One of the worst ideas I've ever heard. Brother David, behold, the fork. I got 10 forks right here, baby. Na hát szóval az a lényeg az egésznek, hogy ugye, hogy föltaláltak különböző dolgokat, és mindegyiket azt mondták, hogy de nekem föltaláltak a villát, de nekem
10 villám van. Itt azt mondja, hogy ó, föltaláltuk az angol WC-t, de hát mi emberek vagyunk, mi kiárunk a szabadba WC-zni, nem ittben végezzük el a dolgokat. Szóval nagyon-nagyon izgalmas reklámok voltak, és mind ugye valahol a kriptóra irányították a reflektorfényt, úgyhogy azon nagyon izgalmas. Sztárok, celebek, kosárlabdázók, mindenki részt vett ebben, még Changpeng Zhao is, ugye CZ magyarán, még ő is beszélt a CNBC, úgyhogy jól sikerült a reklámhadjárat. Na nézzük, a következő cikk azt mondja, hogy a bitcoin tőzsdéken lévő kínálata egyre inkább csökken, 37 hónap alatt a legnagyobb csap szintet éri el, és ugye itt, ha megnagyítjuk ezt a chartot, akkor látjuk, hogy ez a sentiment elemzését mutatja, hogy milyen nagy mértékben csökken a tőzsdéken tartott bitcoinok száma, szóval látjuk, hogy folyamatosan csökken, 3,15% lett a tőzsdékről kihívva valójában, mondjuk április óta, úgyhogy érdekes megállapítás, és tudjuk, hogy minél kevesebb bitcoin van a tőzsdéken, annál kevesebbet tudnak eladni, és ugye a tegnapi hírben az is szól, arról is szó volt, hogy a stable coinok, amiben ugye meg zömében kriptot, meg bitcoint szoktak venni, abban meg történelmi magasságokon 27 milliárd dollárnyi van a tőzsdéken, úgyhogy ebből a képletből össze tudod adni, hogy mi várható. Stable coinok nekiállnak venni, és nincs annyi, mint korábban, akkor ugye az fölviheti az árat, persze nem pénzügyi tanácsadás, viszont általában ez szokott történni. Mark Cuban, ugye a Dallas Maverick kosárcsapat tulajdonosa, felfedi a két egyéb nagy befektetéséről a leplet, ugye a két nagy pozíció van a Bitcoinon túl, ez nem más, mint Ethereum és Matic, azaz Polygon, és ugye azt mondja, hogy igen, a Bitcoin a legnagyobb store of value, azaz értéktartó eszköz, viszont az Ethereum és a Polygon sokkal-sokkal másabb, ugye használhatóságot hoznak, például ugye a decentralizált applikációkat, ami az Ethereum 2.0-val még tovább fog fejlődni, és ugye a Polygon, ami egyébként az Ethereum skálázhatóságát és használhatóságát segíti elő, ugye így a kettőben óriási szinergiát lát, ugye a Matic Polygon egy Layer 2 megoldás, és ugye azt mondja, hogy valójában még nem is láttuk azt, mint annak idején, hogy jött az Instagram ugye a semmiből, és boom, egyszer csak az emberek elkezdték használni a semmiből, és ugye ezt fogjuk látni, hogy a mainstream, azaz a nagy-nagy tömegek elkezdik használni ezeket a kripto applikációkat, egyszer csak így, hogy bum, és akkor elkezdik egyből használni, fölrobbannak, és bejött hirtelen több százmillió, több milliárd ember adott esetben, mint ahogy ez történt már, úgyhogy igen, és akkor csak azt mondjuk, hát ez olyan, mint az Instagram, mész is használod, kész. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, ugye, valaki kérdezte tegnap a chatten, de úgy írásban még nem válaszoltam, de hogyha nézed a videót, akkor a válaszom az, hogy én azt, hogy most Bitcoin, Ethereum, ez mindenkinek ugye az, hogy mi áll közel hozzá. Hogyha inkább látja, hogy például egy Apple, egy Amazon, egy Instagram hogyan terjedt el, akkor ugye az inkább közelebb áll az Ethereumhoz. Még ugye az, hogy mondjuk például, hogyha az aranyához állt közelebb, akkor lehet, hogy mondjuk a bitcoin állhat hozzá közelebb. Ha különböző technológiai újítások, akkor meg például Ethereum, Layer 2 megoldások, mint Polygon, és Layer 1-ek, ugye az összes többi blokklánc, ami kezdve Avalanche, Phantom, Luna, és egyéb kedvenceink, Cardano is ide sorolható. Oké, következő hír. Na hát az Ethereum megelőzheti, vagy miért előzheti meg a bitcoin piaci kapitalizációját, és ezt nem más fejtegeti, mint a Morgan Stanley elemzője. Morgan Stanley az egyik legnagyobb befektetési bank, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy nem azt elemzi, hogy az Apple részvény meg a Microsoft részvény mit csinál egymással szembe, hanem maga, hogy az Ethereum megelőzheti a Bitcoint, és ő is felhozza, igen, hogy az Ethereumon ezek a decentralizált applikációk, DApps-ok futnak, egyre több felhasználhatóságot hoznak, és egyre nagyobb piacot érnek el, nagyobbat, mint a Bitcoin, mert ugye úgy működnek, mint egy szoftver, és megvizsgálják a korrelációjukat az S&P 500 teljesítményével is, és az látszik, hogy az Ethereum sokkal inkább korrelál az S&P 500-hoz, sokkal inkább úgy működik, mint egy technológiai papír, de ugye nem egy részvény, nem egy részvénytársaság, hanem maga a coin, az Ethereum coin
működik így, és ugye maga az Ethereum-on fut ez a sok rendszer, amihez ugye egyébként kell Ethereum is, szóval az Ethereum nem csak egy befektetés, hanem működtet ezt az egész óriási nagy szoftver. Azt látja, hogy ugye persze nem javasolja, hogy most valaki vegyen vagy adjon el Ethereumot, viszont azt mondja, hogy ez az eszköz nem fog eltűnni, és igen, nekünk gyorsabban kell erről edukálnunk, mint a kriptovalutákról, hogy mire is szolgálnak, és ez a fontos dolog. Ugye mi ezt csináljuk a CryptoMice-nál is, ezt csináljuk a Coriomics-nél nemzetközi szinten, edukáljuk a piacot. Nézzük, jönnek Cardano hírek, kicsit a furi hírek ezek. Az egyik azt mondja, hogy hát a történelem megismétli itt önmagát, és a Cardano ADA ára hirtelen új csúcsra fog száguldani. Megmondom őszintén, tele voltam sokkolva ettől a hírtől. Ugye mindjárt beszélni fognak arról is, hogy mekkora forgalmat csinált a Cardano, és igazából semmi alapvető információ nincs, hogy a Sunday Swap milyen frankó lesz, és hogy majd mennyire decentralizált a Cardano, ezt majd megmutatja nekünk a Sunday Swap. De tudjuk, hogy a Sunday Swap viszonylag döcögősen indult, nem mentek, én nem is mentem rá, mert nincs időm most különösebben szórakozni rajtam, de ezt hoznák föl indokként. Úgyhogy az, hogy elmehetünk útcsúcsra, hát persze minden elmehet, igen, meg hogy a Sunday Swap miatt látjuk, hogy a Cardano blokklánc mennyire decentralizált. Szóval ezek nekem nem meggyőző hírek, viszont általában a tömegek ennek beszoktak ugrani, és akkor megint mindenki Cardano meg ADA fan lesz, és ugye, na mindegy. Oké, itt arról szól, hogy legyőzi a Bitcoint és az Ethereumot, maga a hálózat, ugye tranzakciós aktivitásban. Most ide raktak egy chartot, amit elvileg talán, nem is tudom, ki csinált, nem tudom, ki csinált, screener csinált, na mindegy, szóval talán nem a Messari Crypto, vagy nem valami komolyabb elemző platform csinálta, viszont itt azt hozzák föl, hogy 17,5 milliárd dollár értékben volt tranzakció az elmúlt 24 órában, és hogy a többi blokkláncon meg kevesebb volt. A Bitcoinon meg csak azért volt 36 milliárd értékű tranzakció, mert ugye ott máshogy működnek ezek a UTXO-k, és hogyha azt leszámítjuk, akkor a Cardano volt a legnagyobb tranzakciós volumen. Az, hogy mi volt, nem tudom, az is lehet, hogy csak oda-vissza küldözgetik a walletba óriási összegeket. Az, hogy a signed tranzakció 169 cím között volt a tranzakció, szóval látjuk azért sokkal kevesebb cím között volt a tranzakció, mint az Ethereum vagy a Bitcoin. Szóval nekem ezek nem meggyőzők, értem, szóval hogy ezt, hogy hónapon át minden a figyelgetnénk, és minden hónapban Cardano itt megüti ezt a csúcsot, akkor elgondolkozni, csak jelenleg nem nagyon látok működő, nem nagyon látom, hogy nagyon működő és szuper jól működő lenne a Cardano blokklánc, szóval akár a Phantom, Avalanche, bármit nézünk, Lunát, sokkal-sokkal több dolog van rájuk épülve, és akár a soron következő Ripple XRP-ra is, ami jelenleg ugye tudjuk, hogy főleg a bankoknak fejlesztenek különböző kripto megoldásokat, és jelenleg úgy néz ki, hogy a digitális euró, ami ugye a jegybankok, a Európai Központi Bank által kezdeményezett a Nemzeti Banki Digitális Valuta, azaz digitális eurónak hívom, fejlesztésén úgy néz ki, hogy nekiállnak dolgozni, és a Ripple is be van vonva. Ugye a Ripple-t már bevonták a Anglia, és bevonta Bután és Palau köztársaság is, hogy nemzeti banki digitális pénzt csináljanak. Úgyhogy az is lehet, hogy az XRP előbb-utóbb föltámad. Ennyi banka, meg nemzeti banka van kapcsolatban, akkor azt gondolom, ez az SEC dolog azért, nem hiszem, hogy mondjuk az Európai Központi Bankkal dolgozik együtt, és közben az amerikai felügyelet meg elkasszálja, és ellehetetleníti, ezt ugye én nem gondolom, de persze bármi megtörténhet. Jó, van még pár másik hírünk, azt holnap mondjuk, feltétlenül gyere, és látogass el a corion.io-s linkre, mert akkor értesítést kapsz a gratis webinárokról, ezt általában most fogjuk tartani február végén, valószínűleg héten is lesz egy, és e-mailen kapod meg az értesítést, Zoom-on tartjuk, és ott tudsz bejelentkezni. Beszélünk a pénz kialakulásáról, történetéről, bitcoinról, aranyról, sok-sok izgalmas dologról, metaverse-ökről, NFT-kről. És van egy fantasztikus jó hírem, elkészült a Patreon weboldala a CryptoMinds közösségnek, ami azt jelenti, hogy a CryptoMinds-ban ugye többen is vagyunk, akik itt dolgoznak ezen,
hogy frankó kontentet tudjunk szállítani. Ugye most már nem csak a napi videók lesznek, hanem egyéb edukációs kontentek is. Megtalálod a linket a leírásba, Cryptominds Hungary, így hívjuk a csatornát, és a mesterkulcsot a sikeres kriptozáshoz, ezt hozzuk el nektek, és ugye több csomag van. Kalandor, akinek megköszönjük, hogy követi a csatornát, és szeretne kifejezni a bármit, azt, amit a Telegram cseten kap, azt, amit a napi videóban kap. Ugye a napi videók elkészítése rengeteg meló, de most nem akarok ebbe különösebben belemenni, úgyhogy ezzel ki tudod fejezni a háládat, ez egy napi sütemény, illetve egy komolyabb, egy jó lakos ebéddel ki tudod fejezni havi szinten a háládat és egyéb hasznos tartalmakat is kapsz, mint ugye havonta egyszeri livestreamet, kapsz fundamentális elemzést, kapsz betekintést a DeFi farmokba, stékelésekbe, különböző egyéb nyilvános videók előtt kapsz infókat, és a hamarosan induló Discord szerverünkhöz is hozzá fogsz férni, úgyhogy ezt kapod a havi 17 dollárért, illetve a Pro nyújtja azt, ami azon, ami a leginkább népszerű, azt, hogy a legtöbb információ, ami benne van a DeFi-ról, az NFT-kről, a különböző fizetési platformokról, egy csomó hasznos biztonsági beállításokról, plusz egy livestreamet a havihoz, szóval valójában akkor két livestream, de lehet, hogy ez heti lesz, majd meglátjuk. Még egy fundamentális elemzés kapsz, a különböző launchpadekről kapsz infót, top altcoinokról, top DeFi platformokról, stékelésekről, úgyhogy a CryptoMinds Pro képzésből kap 10% cashbacket, a basic képzést ajándékba kapod, hogyha kifizetsz egy fél éves díjat. A Global Crypto Trend Money Factory Pro tagságát 30%-os kedvezménnyel kapod meg. Ezt feltétlenül ajánlom, és hamarosan jönni fog egy közös videónk, ahol bemutatjuk a Money Factory-t. Rengetegen kértétek a technikai elemzést, itt tudjátok tökére fejleszteni, a Money Factory-ban rengeteg hasznos infót kaptok, így 30%-os kedvezmény. Evaworld szignálok, egy hét ajándékba, az azt jelenti, hogyha 4 hónapig fizetted elő, akkor valójában kaptál 1 hónapot ingyen, mert ugye 4 hónap alatt kijön 4 hét, 1 hónap ingyen, 25%-os kedvezmény. Egy csomó kalkulátor fog jönni különböző nódokhoz, tékelős oldalokhoz, a Discord tudásbázishoz, plusz információkhoz fog hozzáférni. Hogyha 6 hónap tagságot kifizetsz, vagy éves tagságot kifizetted, akkor egy NFT-t kapsz ajándékba, és a VIP találkozókon várunk szeretettel, illetve a Mester Elme társaságomban havonta részt vehetsz majd egy tanításon. Oké, és még van még egy csomagunk, az hol van? Azt nem dobja föl, miért nem látom? Oké, valamiért nem láttam a harmadik csomagot. A harmadik csomag tartalmazza kvázi az elitet, ahol ugye hozzáférsz minden olyan dologhoz, ami már személyes odafigyelést és személyes stratégiaépítést tartalmaz. Azt gondolom, hogy ott csak 13 helyünk van. Azt, hogy miért nem mutatja a Patreon egyelőre, azt nem tudom, de meg fogod találni hamarosan CEO Levels. Ja, itt van. Igen, itt van CryptoMinds Elite, csak 13 tagot tudunk ebbe befogadni, többet nem. Megkapod mindent, ami ugye benne volt az eddigi tagságokban, kapsz havonta 30 perc élő konzultációt, ez ugye lehet chat, lehet Zoom, kapsz személyes chat hozzáférést hozzám, illetve a csapattagokhoz, a egyéb kriptospecifikus oktató anyagokat, például biztonság, vagy ami ugye éppen a te fejlettségi fokodban plusz megoldást tud adni, ezt ugye célzottan megkapod, és ugye a legelső kézből értesülsz, hogyha valami nagy növekedésű projektre nézünk rá, illetve ugye 6 havi tagság után te is megkapod a CryptoMinds Pro képzést, illetve kapsz plusz egy NFT-t, úgyhogy ez mind-mind ugyanúgy pluszban neked jár, hogyha személyes konzultációt veszel igénybe a CryptoMinds Elite keretében. Srácok, link leírásba, várlak titeket, azt gondolom, hogy az elmúlt időszakot, ha nézve, ez, én alapból azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon alap és támogatható. Aki viszont komolyabban szeretne jönni, a pro, illetve ugye, aki megteheti, mondjuk vállalkozó, gyorsabban akar haladni, nem a prozzel a dolgokat, nem 100 dollárokban gondolkozik, akkor viszont az elit. És ugye ez mind-mind, ez visszatér, és tudjátok, a döntésképes ember megállíthatatlan,
úgyhogy találkozunk, találkozunk a Patreonon, valamint a világ tengerpartjain. Oké, nézzük meg, hogy mink van még a mai napra. Van egy frankó Twitter csatorna, amit Kukac Miklós Denkleren tudsz követni, illetve Kukac Korion platformon. Itt ugye hasznos dolgokat szoktunk megosztani, amit másnál találok, és úgy gondolom, hogy fontos. Itt van ugye például az FTX-es videót meg tudod nézni. Ezt ugye retweeteld, mert akkor 7,54 bitcoint fognak kiosztani. Látjátok, mert 184 ezeren osztották ezt a tweetet meg, úgyhogy feltétlenül retweeteld. És ugye Drake nyert 1,5 milliót bitcoinba, ugye fogadtak, ahogy a Rams fog nyerni, illetve az OBG, ő volt az első, aki a első touchdown megcsinálta, és itt van bitcoin. A különböző bankok, akik ugye blockchain és kriptovállalatokba fektettek, látjátok, ING, Citibank, Barclays, JP Morgan, BlackRock, Standard Charter, mind-mind, illetve ugye maga a különböző applikációk, hogy megugrottak, a Coinbase megint ugye első helyre, második helyre ugrott az applikációk sorában, a letöltésekben le is fagyott a Coinbase, akkor ugye egy amerikai szenátor beszél a Bitcoinról, és itt van ugye a Plan C-től, amit meg szerettem volna mutatni, hogy amióta 50 ezer dollár alá bejött a Bitcoin ára, azóta drasztikusan megugrott a bálnák felhalmozása. Azon címek, akiknek legalább kettő bejövő tranzakciójuk volt, és még nem költöttek. Szóval legalább kettő bejövő bitcoin tranzakciójuk volt, és nem költöttek még. 193 ezer bitcoint halmoztak föl. 193 ezer darab bitcoint, elképesztő Twitter oldalon megtalálod, és persze ezeket mind ér lájkolni, meg ér megosztani is. Mindegyiket ér lájkolni egyébként jut eszembe, főleg amiben ugye kommentelek. Na, rövid távon frankon néz ki a bitcoin, ugye ez egy 4 órás chart, Matthew Highland, ugye ő nagy RSI és MACD chartoló, és ugye azt mutatja, hogy az RSI már tört, az ár még csak próbálkozik, és hogy akkor mi lesz ebből, egy bullish cross-t vél felfedezni, ugye a MACD-n is, amikor ugye a kettő átlag keresztezi egymást, illetve jön egy nagy-nagy kedvencünk, amiben egyébként egy CryptoMinds tagunk, az alapító társ, még nem mondom, hogy ki és mi. Hamarosan jönni fog az info, Laser Punk Gods, feltétlenül kövessétek a Laser Punk Gods Twitter csatornát is, és hamarosan jönnek az egyéb hírek is, úgyhogy frankó. Hát amerikai infláció ezzel 7,5%-kal, ez elképesztő, az elmúlt 40 év legmagasabb inflációja, úgyhogy tudjátok, mi vél ez ellen meg, ugye, mint azt mutatja, fázi a bitcoin, és ugye 10 éves inflációs ráta, amit itt mutat, akkor ez alapján ugye a bitcoin. Persze ugye volatilis, és nem két hét alatt véd meg, hanem ugye hosszú távon. Oké, menjünk, nézzük meg, hogy mi történik. Igen, Blockchain Budapestet néztük, ha nem nézted esetleg a videó elejét, akkor a CryptoMinds kuponkóddal, CryptoMinds kuponkóddal 25%-os kedvezményt kapsz, várlak szeretettel, legyünk minél többen, ha leszünk sokan, akkor lesz egy külön kis kriptomájcos meglepi. Jó, oké, akkor menjünk, nézzünk rá, először az Ethereum van nyitva, úgy látom, mit csinál az Ethereum, 2900 fölé ment, ugye rondán korrigálom, mert péntek, szombat, vasárnap, ugye ez már csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, és ma hétfőn láttunk talán egy zöld nyertját, úgyhogy ez akár kitörés is lehet. Jelenleg ugye 4 óráson törtük, szóval ha 4 óráson nézem, akkor 4 óráson ezt a lefele tartó trendet törtük. Oké, szóval itt volt egy törés, törtük, most éppen visszatesz zajlik, innen, ha megindulunk fölfele, akkor minimum az, hogy menjünk. Lefelé ugye 2800-as szint, ami támasz, illetve 2600. Nézzük, mit csinál a Bitcoin. Melyik csárton nézzük? A szemeben szoktuk. Napos csárton. Ugye tudjátok már, hogy itt van egy frankó kis támaszszintünk, ami korábban ellenállás volt.
Ez ugye jelenleg 40 ezer a felső zónája, illetve 39 ezer dollár, és ugye fölül meg 46 ezer volt az ellenállás, amit nem tudtunk átvinni, a 44 ezeret átvitted, aztán vissza is jöttünk. Jelenleg senki földjén támasz és ellenállás között félúton vagyunk, szóval benne van a pakliba, hogy visszajövünk 39 ezerig visszateszteli, nincs ezzel semmi baj, ha alá betörnénk, akkor baj lenne. Illetve az is lehet, hogy visszahúzódunk innen a felétől a 46 ezeret és újra teszteni próbálja. Az, hogy itt eltöltünk egy kis időt, ez a további folytatás kapcsán mindenképpen fontos és megalapozó. Szóval senki ne várja azt, hogy itt most hirtelen két-három gyertyával fölmegyünk 50 ezer dollárig, mert akkor az olyan tiszavirág életű lenne, hogy bum, vissza, és még tovább zuhadnánk, mert nincs meg. Látjátok, itt eltöltöttünk hány napot is? 16 napot töltöttünk itt csak. És akkor még nem beszéltünk, hogy mi volt tavaly januárban. Úgyhogy itt töltsünk el még egy kis időt, azzal megerősítjük ezt a támaszt, és jelenleg akkor 42 ezer dollár mondjuk, ami egyébként most egész jól néz ki a piac, úgy láttam, hogy kicsit zöldbe mentünk. Nézzünk rá az adára, ugye azt kiáltotta ez az elemző, hogy új csúcsra fog hirtelen menni az ada. Hát nézz rá erre a chartra, és mondd el, hogy mit gondolsz. Itt vagyunk a béka feneke alatt, az összes tavaly februári támasz szint fogta meg egy dollár fogta meg az adát. Hosszú távra persze ez mindenképpen egy sokkal jobb ár, mint a 3 dollár, szóval ha vennék adát, illetve ha veszek, akkor itt veszek, és semmiképpen nem a 3 dolláros szint fölött. Azt, hogy most innen új csúcsra futna azért, mert írtak róla két cikket, nem hiszem, és ha te ezt gondolod, akkor oké, okay, az a te döntésed, viszont arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy ilyen cikkek alapján semmiképpen nem ugranék én be. Persze mindenki odaugrik, ahova akar, én nem ugranék be két ilyen cikk alapján, hogy most ada egy dollárról fölmegy háromra, mert akkor, ha eztán meg leesik, akkor meg nagy sírás jöhet. Oké, a feltétlenül írd be a kommentben, hogy melyik altcoin a kedvenced. Most ugye két napig nem igazán vagyok, mert ugye dolgozunk egy meglepi projekten, ami hamarosan jön. Lehet, hogy éppen a BD-en fogjuk majd bejelenteni, meglátjuk, úgyhogy rövide videókkal fogok jönni. Nyomd meg kérlek a lájkot, iratkozz fel a csatornára, oszd meg ezt a videót a barátaiddal, regisztrálj a BD-re, ugye itt van, gyere a BD-re, érj a CryptoMinds kuponkóddal, gyere a Patreonra, nézd meg a tagsági csoportokat, nézd meg, hogy mit szeretnél használni. Itt ugye kapsz egy csomó kedvezményt az egyéb dolgokba, és még jönni fog más is, ahol mást tudsz használni kriptoba, és hogyha ott tag vagy, akkor kedvezményt kapsz itt is. Nagyon hálásak vagyunk, hogyha itt egyre többeteket látunk, ugye ezzel jutalmazzátok a csatornát, ami ugye eddig most már hamarosan 10 hónapja kvázi teljesen ingyen és grátis működtette mind a Telegram csoportot és mind a napi videókat, úgyhogy a grátis webinár, ahol ugye plusz-plusz nagyon hasznos infókat kapsz tőlünk, a korion.io-s linken tudsz feliratkozni, ha már kriptos vagy, akkor viszont feltétlenül küld azon barátaidat, akik szeretnéd, hogy bejöjjenek a kriptóban, mert ezzel tuti szerelembe fognak esni, hogyha részt vesznek a grátison. Van még egy dolgunk, amit elfelejtettem mondani, ugye, hogy futnak szépen a Telegram csoportunkban ugye a csetek, látjátok, hogy szépen charting voltok, ugye itt van egy letörés, itt kitörtünk, ugye látom akkor már a kitörést, itt előbb jeleztétek, mint ugye én ránéztem 22:15-kor, úgyhogy gratulálok, nagyon-nagyon jó látni, hogy szépen megy a csapat, illetve itt nézd meg a pinelt üzeneteket, minden nap van egy Daxio hívás, ahol ugye a Daxio online játék és NFT Metaverse világába tekintünk bele, hogy itt vannak különböző egyéb lehetőségek, jönnek ki a saját tokenjeikkel, indul a játékuk, úgyhogy gyere, Eva Mamacitától tudsz linket kérni, Eva Mamacitától úgy tudsz bármit kérni, hogy beírod ide a csetbe, hogy Eva Mamacita, földobja őt, vagy írsz neki egy privát üzenetet, és beírod, hogy ezt meg ezt szeretném kérni tőled, nyugodtan lehet tegezni. Oké. Okay. Itt van ugye a Blockchain Budapest, megtalálod a CryptoMinds kuponkódot, itt ezt be is teszem idézőjelbe, hogy ugye látszódjon, hogy
CryptoMinds, értelemszerűen ott nem kell majd idézőjelbe tenni, elég, ha csak itt beírjátok. Oké, gyertek. Illetve adakoztunk, van egy Strongblock projektünk, most nem mondom el, van egy videóról, nézd meg. Az a lényeg, hogy 110 naponta, amit ide beteszünk, veszünk egy nódot, 110 naponta visszakapjuk. Egyébként, hogyha ránézek a nódra, ma elindult szerintem még egy nód, meg éjszaka, hogyha itt megcsináltam a videót, akkor el fog indulni még egy nód, és ezzel 28-ra fog emelkedni a nódunk száma, amiből 16 csoport van, úgyhogy hamarosan mindenkinek már meg lesz a visszaforgatása. Kicsit az Ethereum magas gázdi feladja a leckét, viszont a visszaforgatás miatt a közös poolba sokkal hamarabb ki tudjuk venni azokat a kifizetéseket, azokat a passzív, cashflow-szerű jövedelmet, bevételt, amit ugye Strong bonyolít, biztosít nekünk, annyi, hogy át kell váltanom majd. Igen, nem várunk, oké. Okay. Jó, szóval nézd meg a Strongot, ha Strong érdekel, ugyanúgy Eva Mamacitának tudsz írni. Nézd meg a metamaszkos csalásuk ellen, hogyan véd magad, leginkább egy Ledger Nano X-el, hasznos linkek, tőzsdék, kedvezmények, Eva szignálok, ugye az új projekteknek, az új Binance Smart Chain induló projekteknek szignálok, amikor elindulnak, meg amikor belistázza őket, például a Coin Market Cap, úgyhogy ezeket mind-mind nézd meg, mert nagyon hasznos infokat találsz. Közben Eva szignálról jött egy, hogy a mai nyertes az, ugye utána még jött egy BNB-ből csinált 1,45 BNB-t, 1,45 BNB-t csinált MS Coin-nal, ami a Yuang nevű coin volt, Yuang Coin, ugye itt a Pukcoinos link, ugye itt jönnek az Eva szignálok, amikor a projektet kiteszik és megjelenik, ugye a Binance Smart Chain elindul egy projekt. Oké, okay, ugye Pukcoinon tudjuk megnézni ezen coinokat, hogy ott látunk order, hát nem orderbookot, de látjuk a kereskedések teljesülését, ki mikor vesz, mikor ad el, és amikor ugye elindul egy ilyen coin, akkor ugye vagy fölfele indul, vagy lefele, és itt az Eva VIP csapatban a csoport nagyon jó stratégiát dolgoz ki. Például, ha itt valaki beszállt az első 5 percbe 1000 körül, akkor ki tudott szállni utána mondjuk 4-szeressel is, viszont a jobb stratégia az, hogy mondjuk egy duplázással kiszállni, vagy akár 40-50%-os profittal, úgyhogy gratul, aki ma ebben kereskedett. Oké, okay, várlak a Patreonon, gyere a BD-re, illetve nézd meg az Eva szignálokat, és örülök, hogy itt voltál, csodás, szép napot, további sikeres hetet, hello, hello!